Nos, hát akkor szervusztok, srácok, sziasztok mindenkinek. Hello, hello, hello. Na, hát először is elnézést, nincs videó, de dolgozok, 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 mind szerverem, mind fizikai munka. Srácok, egy, kettő, nagyon sok dolog, ami változás. Na, hát akkor kezdjük, ami fontos, ami úgy nagyon jól jöhet, amit eddig szerintem páran hiányoltak. A King Rangnak, tehát a King Rang az plusz 50%-ot kap. Ha elad valamit, az azt jelenti, hogy a 100% az plusz 50%-ot kap. Tehát drágában adja el. A Silver Plus az kétszer olyan drágán adja el. Vagy a Silver az kétszer olyan drágán, a Silver Plus pedig két és félszer olyan drágán adja el a cuccokat, mint az alap játékpénzes rangok. Láda. Silver láda. Fölraktam a spawnereket 64-re. Mi van itt még? Arcade láda. Ez is megvan. A széfeket eléggé durvára raktam. Tehát milliókat kapsz belőle, ilyen 100 milliókat, meg ilyesmi. Emeltem ezeken. Raktam bele ásót, meg boltát. Körülbelül így ennyi, amit így most ezen a részen fontos tudni. A másik rész az, hogy aki végignézi a videót, a metarendszer vissza fog jönni, és ami nagyon fontos, cuccot visszaadni kizárólag csak videóval vagy fényképes bizonyítékkal dátum szerint fogok visszaadni. Ez esetben egy dolgot ajánlok, az aktuális, a javasolt kliens, az az 1.8.8. Nem 1.12, nem 1.11, nem 1.9, 1.8.8 Optifine, tegyük fel, vagy sima Vanilla Minecraft. Ez az, ami nagyon-nagyon fontos, hogy mindenki ezzel jöjjön fel. Itt van ugyanúgy pénzfeldobás, most már elvileg amúgy jackpot is van. Itt tudtok rakni rá, a jackpotra. Van itt medium, van itt high, minden van. Szóval, ja. A szervernyitás valószínű, hogy holnap lesz, azaz hétfőn egy live-ban. Várok mindenkit hatalmas szeretettel, és még valami a webshopba bekerült, még 28 000 spawner. Az ugye 508-as NC-ért, tehát ha valaki nem akar megvenni 56 000-et, akkor vesz 28 000-et. Ez még egy kis minimális cuszni-mucni. Szóval, ja, remélem sokan vártátok. Még egy minimális, raktam be automatikus mentést, elméletileg most már az a se lett probléma. Szóval, ja, várlak titeket hatalmas nagy szeretettel. És még egyszer elmondom, alapból, ja, meg kijavítottam, hogy nem lehet arcade ládát lerakni nektek ide, a spawn területére. Tehát alapból nem feltétlen azért csinálom, mert nekem kéne a resi, stb. Hanem mert azért mégiscsak én nem szeretnék egy bugos skyblockon lenni. És egy bugos skyblocknak a, úgymond a tulaja lenni. Ezáltal így most megpróbálok minél jobbat kihozni, és ezért vannak a restartok. A fanfekt ládák szerintem ugyanúgy megvannak. Aha, ki lettek ütve. Jó, mindegy, azokat majd akkor újra lerakjuk. De hogy meglenni, megvannak. Tudtam már. Így van, itt is van. Szóval, ja. Ennyit szerettem volna, srácok. Ha tetszett a videó, akkor verjétek szét a lájkot. Iratkozzatok fel. Sziasztok.